Szép jó hajnalt mindenkinek, Thorin vagyok, ez pedig a Dead in Vinland folytatása. Ahogy a játékban, a valóságban is szemerkél az eső, tökéletes aláfestést ad. Van-e valaki, aki szintet lépett? Nem. Van, akinek pihennie kéne, bőven. Sanára nagyon ráfért már a pihenés. Gyógyulni valakinek? Mindenkinek leginkább. Knut. Elsősorban betegség kell neki. Ezen valakinek kell dolgoznia. És itt is kell valakinek dolgoznia. Remek. Akkor Schleswig biztosan nem fog gyógyulni. Ti ketten jó helyen vagytok. Remek. Bánya az probléma. Oké, ki tud kicsit is bányászni még. Knut. Kari elfogadható bányász. Úgyhogy muszáj vagyok bányászatra beosztani. Nagyon-nagyon nem jó. De hát ez van, jobb lenne felderíteni. De kell a bánya, kell a kő. Ostoba módon elhasz... Kifelejtettem, hogy megint vannak embereink, üres helyeink. Se baj. Jó, a víz az magától fölgyógyul. Nagyszerű hír. Hempek! Végtelen hempek. Na, Kari egy jó kő. Hát nem túl jó. Oké. Majdra lenne a következő nagyon-nagyon fontos gyógyítandónk. Knut, menj építkezni. Map. Egy helyünk van, ugye? Hol a fenébe lehet azt megnézni vajon? Igen, egy helyünk van. Összedhetünk. Két egyfős alakot majd. Hát akkor az öreg gyanús alak, öreg nénét felszedjük. Hello, Szundikál! Hello, Szundikál! I remember yet the giants of yore who gave me bread in the days gone by. Ouch.
Ouch. Rendesen kiosztotta. Ez már most vicces, úgy érzem. Drug addict. És ettől minden szempontból javul. Hát... nem teljesen így tudom. Too old to learn anything. Jó, hát harci képességeit hagyjuk, de nem is azért van. Healing, na az jól hangzik. Intelligencia, wisdom. Beast handling, gardening, egy csomó mindenben jó. General XP, plusz 3-as kezdemény. General XP, az jól hangzik. Fatig gyorsabban csökken, az szintén jó. Gyorsabban csökken a depressziója. Több Endurance XP-n, valószínűleg soha nem kapja Endurance XP-t, de miért ne? Plusz 10 mining. Gyorsabb Harvesting XP, az még hasznos lehet. Főleg, hogy nem rossz Harvesting, mert nem... jó benned, nem rossz. 10 Fishing. Még lehet, hogy az egyik legjobb XP-s, vagy Fisher. 50% XP, kis mínusz pár egyébhez. Ez egyébként nagyon masszív. Plusz 10 healing. Na, akkor ő az új healerünk, ami hasznos. Mert akkor Kari mehet felderíteni, és tötöttől mehet bányászni. Mindenkinek jobb. Gyűjts egy adag hempet, vagy kettőt. Na, kis gyógyítás. Egy fincsi szintlépés. Gyűlik az extra víz. Sok-sok gyümi. Még sokat nem tudunk, megvan a 45 hemp, remek. Ne feledjünk el ültetni. Újabb szintlépés. Két kő. Vele haladunk valamennyire legalább. Felderítés. Lesz harc, nincs harc.
Egyelőre a többi az belefér. Hát 22 kő, az még mindig nagyon szoros lesz. Gyanús fények. Ki az, aki relaxálni szeretne? Cooking. Bár valószínűleg az se kell neked. Mindegy igazából, hogy melyik nem használt skilledet növeled. No, kinek kell relaxálnia? Neki. Ha sikerül. Depresszió. Jó, hát egyre most ez ennyi volt. Ültessünk. Hemp. Kaja a bariknak. Van bőven. Szárító. Eddig egész jó. Hát lássuk. Mit dumcsizunk a öreggel? Na ez jó kör lesz, Erik és a öreg, mind a kettő hallgatag és nem történik semmi. Miért nevel? Jegyezzük meg a nevét, hamarosan úgyis meghal. Miért kérdezed meg, hogy mi volt a honnan a Feimdál? Ott van valamelyikünknek az övén. Nem tudom már kinek adtam, de valamelyik megszerezte. Karit kiosztotta. Igencsak. Wow! Egy mozdulattal 55-ös depressziója lett a nyugiból.
9. Átlagosan 9 vizet iszom majd most már. Durva. Ötven szárított gyümi is van. Brutális kaja mennyiséget fölhalmoztunk. Nem azt mondom, hogy kifogyhatatlan készletek, de nem állunk rosszul. De Moirát el kell látni mindenképpen holnap. Nagyszerű. Normál meleg nap. Annak minden előnyével és hátrányával. Lássuk, hova jutunk. Betolunk rá 10-et, mert miért ne? Torottottó, hol vagy Moira? Yeah. Egy dizéz, meg egy általános gyógyítás majd igényelsz. Van még mit forzsolni. Fáradt. Nem különösebben. Kari viszont megy a szellemi töltőre. Ha találunk egy potenciális partnert. Shana. Épp azt hiszi, hogy nem kell vizet cipelnie ma, de rosszul tudja. Erik meg megy falászni. Uhú, még egy ember, hely. Akkor összeszedhetjük a másik őrültet is, ha majd akarjuk, de ez már csak holnap, ha nem felejtem el. No. Falágás. Barik. No. 12 hal. Hú, tüzet nem is kezeltük egy ideje. (kül) 72. Hát nem lett sokkal jobb a helyzet. Ki az, aki ide kéne?
Hát ez egy fókusz nélküli. Mindkettőt egy kicsit kezeljük. Te pedig építs valamit. Shelterben lenne a legjobb minden épületnek. A második ember nem annyira fontos oda, inkább az a része, hogy ha valaki megy, akkor majd utána a második upgrade-del többet hoz. Nem biztos, hogy meg lesz az a kőkészlet. Azt majdnem egyből betolta. Több kötél és több hordó. Viszonylag olcsón megúsztuk. Fincsitej, még fincsitej. Raklap kőfa, mi egyéb? Na, mindjárt más a helyzet. Jihihi. Fáradtsága. Na, ez tengerpartot felfedeztünk újra. Bickering Seagull. Most nem, mert nincs szükségem kajára. Viszont a tejből sajtot gyártunk, rész az kell. Garden halad magába. Láttunk már szebb napokat. Örülök, hogy velünk vagy. Az emberek majd abba hagyják azt, hogy én vagyok a bonya. Yikes! Akinek ez öröme, jelent, hogy közlik vele, hogy ő öreg, az nem teljesen komplet. Oké, tehát Knut és Erik az egyedüli férfi a csapatunkban. Hát ő... Úgy alakult, hogy három programot futunk. Megkapta az italát.
Most még van egy fél adag kajánk. Néhány extra varnyúval együtt jött az öreg. Szükség esetén megehetők. Ja, is gondolnám. Holnap folytatjuk.